Üdvözlöm Önöket ezen az előadáson, vagy webináron, amely az én szól. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek Önökkel személyesen, de mostansága az utazás nagyon bonyolult a koronavírus járvány miatt. A webinárnak a címe Insignia a Az egyére szapott és kiszámítható precízió a fogszabályzásban. És úgy elítettem össze, hogy megismertessem az insignia rendszert, és hogy ezt hogyan használhatjuk bonyolult esetek megoldására. Illetve, hogy mire számíthatunk általában véve az egyére szapott rögzített, rögzített fogszabályzó készülőkektől. Mint hogy személyesen nem tudunk találkozni, és a legtöbben nem ismernek, ezért... Mutatok magamra egy képet. Ez én vagyok egy démon fórumon, amely Barcelonában volt. Én Edinburghban lakom. Itt van egy fotó a város. Teljesen tökéletes, de, de ez viszonylag jó. És a, amit megfigyelhetünk, <laughs> hogy ez insignia Uh, lentről fölfele nyílnak ezek a kis, uh, uh, ezek a kis um, ajtócskák a Ez azért van, mert az insigniában nincsen vertikális slot, van viszont egy horizontális uh, slot, azért, hogy a horizontális, um, a horizontális slotba a kampócskát be tudjuk rakni, és ez gingiválisan legyen, ezért ezek a, ezek a nyitószerkezetek okkluzális irányban nyílnak. Minden egyére szabott ö, készüléknél az egyik legfontosabb a technikussal való kommunikáció. Tehát nyilvánvalóan a, az Insignia technikus többet fog tudni a szoftverről, mint, mint mi, de mi meg sokkal többet fogunk tudni magáról a páciensről, meg a fogszabályzásról. Tehát a, tehát a technikus, az nem, nem fogszabályozó orvos nyilván. De uh, még így is az insignia egy nagyon uh, jó eszköz arra, hogy uh, jobb fogszabályzási eredményeket tudjunk elérni. De még az egyénre szabott készülékek se tudják helyettünk megcsinálni a kezelést. Tehát a fogszabályozási tudás az a, az a, mi területünk és a mi felelősségünk, hogy megfelelő okluzális és esztetikai eredményt kapjunk. És a mi felelősségünk, hogy kivitelezzük a kezelést. Én a kezelési terveket három részben szoktam elkészíteni. Először is, hogy elmondom, hogy mi a probléma, utána elmondom, hogy hova szeretnék eljutni, hol legyen a meccőtnek a pozíciója, szeretnék-e extrakciót, szeretnék-e nyitni, vagy zárni részt és hogy mi legyen a fogak végső pozíciója, például a szemfogaké, molárisaké. Végül pedig az, hogy hogyan szeretnék ide eljutni, milyen mozgatásokat te